Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez a Patent, a Tudományos Értékek és Érdekességek magazinja. Egykor élt elődeink, múltunk jeles alakjai között sokan vannak, akikről nem maradt fenn hiteles ábrázolás. Nem tudjuk például, igaza van-e a krónikáknak, amelyek rendkívül előnytelen külsejűnek írták le például Könyves Kálmánt, de nem ismerjük Dózsa György vagy éppen Bolyai János arcát sem. Pedig a tudomány segítségével ma már megelevenedhetnek őseink arcvonásai, bármely viszonylag épp koponyára visszavarázsolható az eredeti arc. A Magyar Természettudományi Múzeumban az elmúlt években, évtizedekben több arcrekonstrukció is készült, amit nagyon komoly antropológiai vizsgálatok előztek meg. A közelmúltban Vas megyében is voltak olyan régészeti kutatások, ahol ismert személyek maradványai kerültek elő. Ezek antropológiai vizsgálatáról beszélgettünk, és arról, hogyan nézett ki Batthyány Erzsébet, és megismerhetjük-e vajon Jáki Nagy Márton vagy a Murányi Vénusz Szécsi Mária arcvonásait. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Tóth Gábor antropológust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Antropológus vagy, magát a szót a legtöbben ismerjük, antropológia, embertan, de mivel is foglalkozik pontosan ez a tudományág, hogyan tudnád ezt körülírni? Hát, ha nagyon röviden kellene erre válaszolnom, akkor annyit mondhatnék talán, hogy két fő csoport, két fő ág van, élők embertana és a holtak embertana. Itt a felvezetésből látszik, hogy itt inkább a holtakról lenne szó, tehát a múltba kell, hogy egy kicsit visszapillancsunk. Egy kicsit a csontokat kellene vallatnunk, a biológiai rekonstrukciót kell elvégezni, tehát gyakorlatilag a történeti embertan, ez az az ága a holtak antropológiájának, ami ezzel foglalkozik, és ezen belül egy speciálisabb részterület, ami a történeti embertannak a módszereit, nem meghatározás, életkor meghatározás, betegségek vizsgálata egyaránt tartalmazza. Ez az, mondjam úgy, egy ilyen közkeletű szóval az igazságügyi antropológia, aminek az eszköztárába az arcrekonstrukció készítése is helyet kapott. És hát filmekből is jó pár példát ismerünk az ilyen típusú vizsgálatokra. Így igaz. Hát a közkedvelt vagy a filmekben felbukkanó eljárások, módszerek, azok ugye a számítógépes módszereket részesítik előnybe, már csak azért is, mert a gyorsasága miatt, meg könnyen bele lehet nyúlni, alakítani, változtatni. Ennél talán egy kicsit érdekesebb, ennél egy kicsit lehet, hogy pontosabb, több művészi érzéket is kíván, és több művészi átélést, és több emberi hozzáadást az, amikor plasztikus arcrekonstrukciókat készítenek a hozzáértő antropológus kollégák. Azaz, amikor a koponyát, mint egy alapként tekintik, és erre felépítik az egykori lágyrészeket, szöveteket, és ennek megkoronázásaként a végén még hajat, szakát, bajuszt is kap az illető, vagy ha esetleg még el akarjuk még jobban helyezni, még szemléletesebben ábrázoltatni, akkor a korhű öltözetet is fel kell, hogy vegye, úgymond, tehát azt is ábrázoljuk, vagy ábrázolják ezeken a rekonstrukciókon. Erre szeretném, ha majd részletesebben is kitérnénk, de kíváncsi lennék bevezetésképpen arra, hogy téged mi vonzott e felé a pálya felé, tehát mi az, ami felkeltette az érdeklődésedet, hiszen említetted, hogy az antropológus tulajdonképpen az emberi maradványok, a csontmaradványok segítségével millió információt képes összegyűjteni, de igazából ehhez elsősorban biológiai tudásra van szükség? De ez elsődlegesen biológia, így van, amire szükség van, és akkor utána kell egy érdeklődés, kell egy olyan, mondjam úgy, szerencse, hogy ilyet tanulhasson az ember, mert amikor mi annak idején másoddiplomás képzésként bekapcsolódhattunk első ilyen évfolyamként az ELTE antropológus-humánbiológus posztgraduális képzésébe, akkor ennek nem voltak előzményei. Egyben Otto professzor volt, aki ezt annó megálmodta, aki úgy érezte, hogy előrekszik ez a szakma, nincs utánpótlás, ők nyugdíjba mennek, és nincsenek fiatalok, ez valahogy pótolni kell. És akkor biológiai alapképzettséget, vagy egészségügyi alapképzettséget feltételezett az, hogy ez a megfelelő felvételi eljárás után el tudjuk kezdeni. Mikor mi végeztünk a képzéssel, akkor utána indított még egy ilyen képzést, 3 éves szakképzésről volt szó. Onnét már kevesebben tudtak végezni sajnos, köszönhetően annak is, hogy az oktatók közül is, hát sajnos időközben például Lengyel Imre paleoszerológus, vagy
képzésünkben nagyon sok külsős is volt, például a Szent Ágotai professzortól kezdve többen részt vettek, ugye ők közben meghaltak, és amikor ők végeztek a második kurzus is, akkor került sor arra, hogy már Rejben Otto utódja, hivatali utódja harmadszor is elindította a képzést, de akkor aztán már senki nem végzett abból. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy akik ténylegesen antropológus képzésben részesültek, nagyon kevesen vagyunk. Vannak persze rajtunk kívül is antropológusok a szakmában, idősebbek is, fiatalabbak is. Ők oly módon tudták ezeket az ismereteket elsajátítani, hogy valaki mellé becsatlakoztak már az egyetemi éveik alatt, például biológus hallgatóként, elmélyedtek ezen a területen, szakdolgozatot készítettek, majd utána adott esetben, ha volt rá lehetőség, doktori képzésbe is részt vettek, és ha még ezek után még pluszban volt szerencséjük, akkor talán még állást is tudtak kapni, mert sajnos egyre több olyan intézmény van, akár egyetemi, akár múzeumi szférában gondolkozunk, ahol megelőzően dolgoztak antropológus kollégák, aztán sajnos vagy meghaltak, vagy nyugdíjba mentek, és pótlásuk az viszont nem történt meg, illetve nem történik meg. Tehát mondjam úgy, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik dolgozunk, és szerencsés eset, egyre több a munka, mert egyre több a lehetőség, egyre több a megbízás, hisz nem lehet sem az élő, sem a csontanyagon vagy holtakon végzett vizsgálatoknál megkerülni az antropológusnak a jelenlétét, illetve szakértelmét. Ezek a megbízások egyébként jellemzően a régészet felől érkeznek, jól gondolom? Történeti embertan tekintetében egyértelműen, hisz hiteles, régészetileg hiteles ásatásokból hiteles csontanyag az, amivel dolgozunk. Tehát ez a régész szerepe, mondjam úgy, megkerülhetetlen. Tehát önélküle ez nem megoldható. Tehát úgy is fogalmazhatnék tulajdonképpen, hogy egy olyan természettudományi ágról van szó, amely a régészet, illetve a történettudomány számára szállítja az információkat. Így van, és itt van egy ilyen fura kis visszásság, tehát minden tudományágnak ugye megvannak úgymond a segédtudományai. A régész hallgatók szembesülnek azzal, amikor ezzel a témával foglalkoznak, hogy felsorolják nekik, hogy a régészet egyik segédtudománya az antropológia. Mi fordított helyzetben voltunk, mi olyan felsorolással találkoztunk, az antropológia egyik segédtudománya, és akkor voltak sorban, a régészet. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag egymásnak az alapinformációkat, meg a szükséges információkat megadjuk, ami alapján, aminek a segítségével tudunk dolgozni. De ugyanígy az orvostudományt, néprajzot egyaránt lehetne említeni, vagy a genetikát, mint egymás segédtudományaiként megemlített tényezőt. Na, akkor nézzük, hogy milyen információkkal, milyen ismeretekkel tudjátok segíteni ti azokat, akik a régmúlt emberéről szeretnének minél többet megtudni. Hogyha előkerül egy régészeti ásatáson valamilyen csontmaradvány, vagy egy teljes csontváz, akkor abból ti nagyon sok információt ki tudtok nyerni. Nézzük például azt, hogy hogyan állapítható meg például egy régen elhunyt ember neme, és az életkora. A nemi meghatározottság, és most biológiai oldalról beszélek, nem szeretném inkább kerülni a most divatos egyéb megközelítéseket. A biológiai oldalról beszélünk a nemi meghatározottságról, ugye ez a genetikától függ, a genetikai alaptól, hogy XX vagy XY kromoszómával rendelkezik-e az az egyén. Ennek megfelelően őneki a hormonális működés eltérő lesz, a csontok fejlődése eltérő lesz az izomtömeg, illetve a zsírtömeg aránya, és ezek a különbségek azt fogják eredményezni, például ugye a nőkre, illetve a férfiakra jellemző eltérő testalkat, testarányok, gondoljunk például, hogy a női medencének alkalmazkodni kell egy magzat megtámasztásához, a szülést lehetővé kell tenni. Egy férfi medencénél ugye ez még nem volt igazán. Tehát akkor szélesebb kérdés. A női medence így van, jellemző? Így van, illetve a kis medencei kimenet is egy ilyen oválisabb jellegű. Ezen kívül persze nem csak ilyen aránybeli különbségek vannak, hanem a nagyobb izomtömeg, ez gyakorlatilag nagyobb eredési és tapadási felszíneket és egyenetlenségeket eredményez az egyes csontokon, az eltérő hormonműködés pedig szintén akár a koponyán is különböző egyéb jellegeket, különbségeket hoz létre. Összességében, ha minden megvan, teljes csontvázról van szó, akkor rutinszerűen
Egy koponyán és a vázon 23 jelleget vizsgálunk, külön-külön értékelve egy 5-fokozatú skálán, hogy erősen nőies, nőies, úgymond indiferens, tehát semleges, férfias, erősen férfias, és a végén összegezzük az eredményeket, hisz mindenkinek nőként lehetnek férfias, vagy férfiként nőies tulajdonságai is. Azonban a végeredmény az, hát úgy mondjuk, vagy úgy tartja a szakma, hogy gyakorlatilag 2-3%-os hiba határral, tehát nagy biztonság, hogy a biológiában nincs 100%, tehát itt is megvan a kockázata egy esetleges, hát téves, vagy eredménytelen nemi besorolásnak, amikor nem tudjuk megmondani, hogy nőről vagy férfiről van egyáltalán szó. Tehát ez alapján összesítve meg tudjuk mondani azért elég jól a nemi hovatartozást. De ez tulajdonképpen, amit elmondtál, ez mind ránézésre megállapítható, vagy kell ehhez valami egyéb vizsgálat is? Hát ez az egyik, tehát itt mondom, a morfológiai, tehát a külső jellegek alapján, annak a fokozatai alapján, tehát erre megvannak a minden egyes jellegre, mind a 23 jellegre külön az 5-fokozatú skála, hogyan értékeljük és pontozzuk, és számszerűleg fejezzük ki utána a nemi hovatartozás értékét. Ezen kívül persze, hát a genetikát is lehet természetesen említeni, de hát ugye annak a költségvonzata az óriási, tehát az rutinszerű vizsgálatokhoz nem igazán elterjedt, az csak speciális esetekben kerül. De ez azt is jelenti, hogy nem minden antropológus végez genetikai vizsgálatot, Nem, erre külön labor van, tehát Budapesten, illetőleg Szegeden van erre lehetőség. Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetében pedig hormonszint meghatározást végeznek csontdarabokból, ami egy új, ilyen feltöregvő, új szemléletet hozó módszer, illetve egyének szintjén igaz nem alkalmazható, de temetők összességében statisztikailag utólagosan szétválasztva a segítségével a nőket és a férfiakat, működik az is, hogy a csontok kálciumcitrát tartalmát meghatározni, ugyanis a női szervezet az sokkal magasabb kálciumcitrát szintet tartalmaz, deponálja, raktározza a csontjaiban, felkészülve arra, mert gyermekkortól, hogy a menstruáció kapcsán nagy mennyiségben ez veszíti. És ugye hát kálciumra azért szükség van nem csak a csontokhoz, hanem nagyon sok minden életműködéshez kell, hogy ez ne utatkozó hiányként, ezért raktárokat képez. És ez a szint, ez szintén meghatározható. Életkorra vonatkozóan, hát ugye más-más módszerek vannak a kisgyermekekre, magzatokra, gyermekekre, fiatalokra, felnőttekre. Gyakorlatilag az életkor meghatározása helyett inkább ezért is többször inkább a becslés szót alkalmazzuk, mert mindenkinek legalább két életkora van, nem csak a nőknek, tehát mindenkinek. Arra gondolsz, hogy van egy biológiai, meg így egy valós igaz, életkor? Van egy naptári, vagy kronológiai ugye, életkor. Ezt ismerjük, ugye, igen. Hogy van, aki az életkoránál sokkal fiatalabbnak tűnik, ez nyilván régen is így volt, hogy ebben így voltak igaz. Eltérések az emberek között. Tehát a fiatalabb kor inkább a csontozatnak, a szervezetnek egy érettségi fokát tudjuk meghatározni vagy becsülni, aztán az idő múlásával meg az elhasználtsági állapotát, és hát nem biztos, hogy ez a kettő megfeleltethető egymásnak pontosan, ezért a biológiai módszereket alkalmazunk, tehát a naptári életkort azt nem tudjuk megmondani, de a biológiai módszereket, tólig értékeket igen. Legpontosabban ezeket gyermekeknél meg fiataloknál lehet megmondani, ezeket a megfeleltetéseket egymásnak, tehát a naptárival párhuzamba hozni. Igazából ott a csontok mérete alapján, vagy csontok miért? Mérete egyrészt, igen. Másrészt az elcsontosodás mérték, hogy a porcos területek átépülése, vagy gondoljunk arra, hogy a fogaknak, tejfogaknak áttörése, fogváltás üteme, az egy más módszer, de a kettő így szépen kiegészíti egymást. Felnőtt korban akkor viszont a legpontosabb módszerekkel is legfeljebb azt tudjuk mondani, hogy plusz-mínusz 2 év biztonság. Tehát van egy, ezek szerint, hogyha azt, nem azt fogom mondani a csontvázra, mondjuk, hogy 41 éves korában halt meg, hanem mondjuk 39 és 43 éves kora között. Uh-huh. És nagy valószínűséggel nem fogunk nagyot tévedni, mert ezeknek a módszereknek időről időre megvan a kritikája. Ez természetes, hogy mindig valaki jobbat szeretne, vagy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy miért nem jók ezek a módszerek, de mindig az szokott lenni aztán a végső konklúzió, hogy ez a módszer, amit különben magyar kutatók fejlesztettek ki 1960-as években, ennél jobb még nincsen, tehát ennél pontosabb még nincs. Ugye ezt szokták felhánytorgatni, vagy hát problémaként jelölni, hogy bonctermi anyagon dolgozták ki ezt a módszert, tehát boncolásokból származó csontokat vizsgáltak, és hát
A letűnt korokban, történeti időkben más volt a táplálkozás, mások voltak a betegségek lefolyásai, tehát gyakorlatilag minden olyan külső tényező más volt, ami hatott a csontrendszerre. Meg például azt is tudjuk, hogy a sok mozgás az fiatalítja a csontrendszert, az megóvja a leépüléstől. De tehát, például erre is tudtok következtetni, tehát hogy a fizikai aktivitása milyen volt valakinek, igaz. Ugye? Tehát ez is a kopásból például ilyesmiből? Hát egyrészt abból is, másrészt pedig ugye a nagyobb izomzat, vagy egyáltalán nagyobb terhelés, az azt fogja eredményezni, hogy az izmok és a csontok kapcsolatát jelentő inaknak megfelelően, azoknál az inaknál, ugye erőteljesebb kinövések lesznek, hogy a nagyobb izomzat le ne szakadjon majd arról a csontról, tehát erősebben kell rögzüljön, tehát a csonton lesznek olyan elváltozások. Azen kívül pedig különböző görbületek, kiemelkedések jelentkeznek, akár a felkarcsonton, alkarcsontokon, de erre konkrét példákat is tudnék mondani. Közelmúltban határozták meg kollégák azt, hogy mi alapján lehet például a lovas nomádokra gondoljunk, akár magyarokra, akár hunokra, avarokra, tatárokra, meghatározni azokat a jellegeket lapockán, felkarcsonton, könyökizületen, alkarcsontokon, amik arra utalnak, hogy valaki például lovas íjász volt. Hát jellegzetes elváltozások vannak. De például közelmúltban találtam egy avarkori temetőnél olyan női sírokat, ahol a fiatal koruk ellenére, 23 éves korban meghalt nőkről van szó. A gerincnek, térdizületnek a degeneratív elváltozásai nagyon nagyfokúak, illetve hát látszik az, hogy erős felkarizomzattal és alkarizomzattal rendelkeztek. Tehát valamilyen fizikai munkát végeztek? Ott térdeltek a kézimalom az őrlőkő mellett, és azt tekerték, és ennek megfelelően térdizületük tönkrement. Csigolyáik tönkrementek, illetve erős izomzat alakult ki. Tehát ezek, amiket mondtad, az életmódra vonatkozik, de még egy kicsit ne szaladjunk előre. Még arra lennék kíváncsi, ezt gyakran halljuk például egy-egy történelmi személyiség kapcsán, hogy milyen magas volt, és azt is, hogy a korábbi történelmi korokban jellemzően alacsonyabbak voltak az emberek, mint mondjuk most a 20-21. Században. Ugye ez az ismert példa, Szent László példáját szeretik nagyon gyakran kiemelni, aki nagyon-nagyon kiemelkedett, ha minden igaz, az akkor élte emberek tömegéből, a magasságával. A testmagasság, az miért fontos, hogy egyáltalán megállapítsuk, vagy ez hogyan történik? Egyszerűen a csontok hossza a mérvadó ebben, vagy mi alapján lehet ezt vizsgálni? Így van, a hosszú csontok mérete alapján lehet, erre megfelelő számítások vannak, amik az embertani típustól is függnek, hogy mikor melyik képlethez nyúlunk, melyiket használjuk, melyiket alkalmazzunk. Erre már régről voltak próbálkozások, akár gondoljunk még Breitingernek vagy Bachnak a megfelelő táblázataira, ami egyszerűen megvolt, hogy hány milliméter, és akkor volt a testmagasság. Ezek könnyen használhatóak voltak, de csak egy-egy népességre vonatkoztak, tehát kis elemszámú minta alapján dolgozták ki. A svéd Sjöwald volt az, aki gyakorlatilag a világ minden részéről gyűjtött adatokat, hosszú csontméreteket és hozzá a testmagasságokat, és ez alapján készített olyan képleteket, amikkel nagyon jól lehet ezeket meghatározni. És hát tulajdonképpen miért van erre szükség? Ha egy adott szeméről van szó, akkor ugye őről a minél többet szeretnénk tudni. Hiszen ezekkel a méretekkel ki lehet számítani nem csak a testmagasságot, de például a testtömeget is lehet, még hogyha például kerületi méretekkel ki tudjuk egészíteni, vagy akár válszélességet, tehát nagyon jól meg lehet határozni, mondjuk, hogyha van testtömegünk, testmagasságunk, akkor akár a tápláltsági állapotot is, mert hát ugye gondoljunk a body mass index, vagy a testtömegindex ebből a két értékből számítható, és mennyire divatos azt most figyelni mindenki számára. Másrészt pedig egy-egy népességet tudunk jellemezni, szóval az antropológia és az orvostudomány között van egy, hát több nagy különbség is van, de van egy óriási nagy különbség, hogy az, hogy az antropológia az nem az egyénre koncentrál, mikor ezeket a nagy elemszámú vizsgálatokat végzi, hanem mindig a népességre próbál megkövetkeztetni. Tehát a népességeket tudjuk jellemezni, hogy a nők, férfiak milyen testmagasságtartományba tartoztak, össze lehet hasonlítani más korábban vagy később élt népességekkel, vagy akár a szomszédságban élő hasonló időszakból származó népcsoportokkal, népességekkel, mert csak azért is, mert ez is egy mutatója lehet annak is, hogy tényleg azonos volt-e az a két társaság egymással, vagy továbbélésről szó, vagy esetleg teljesen máshonnét keveredtek ők oda.
tehát nem csak mondjuk koponya méretek, vagy a genetika, ami ebben támpontot adhat, hanem ilyen jellegű hát kiegészítő adatokhoz is lehet hozzájutni. Nem beszéltünk még arról, hogy a betegségekre is nagyon sok jel utal a csontmaradványokban. Gondolom ennek is van jelentősége akár a mai előfordulásuk kapcsán is. Most itt például a TBC-re gondolok, amelyről azt hittük, hogy egyszer s mindenkorra elfelejthető, de mégsem. Sajnos nem elfelejthető, és ebben mi is hibásak vagyunk, hogy nem elfelejthető. Nem azért, mert esetleg jobb lenne a memóriánk, és nem felejtjük el, hanem azért, mert a kórokozót nem úgy elkényeztettük. Tehát az antibiotikumokat szedtük, de nem elég ideig, és ellenállóvá, rezisztensé vált a kórokozó. Tehát napjainkban már vannak olyan változatai a tuberkulózisnak, ami ellenáll már minden antibiotikus terápiának, és ez is az egyik oka annak, hogy vannak olyan területek, sajnos világszerte, hogy feljövőben van ismét és nagy számban követel áldozatokat a TBC. De az antropológiai vizsgálatok akár a mai kutatásokban is segítséget nyújthatnak? Természetesen. Egyrészt a TBC-s eseteknek kb. A 0,5, tehát az egy másik lesz a 0,5%, azt is mindjárt mondom. Gyakorlatilag 5%-ában fordul elő az, hogy csontani megjelenése is van, tehát a csontokon is megkimutatható külső jellegeiben az, hogy TBC-s volt az illetés, egyértelmű jelei vannak. Ez a 0,5%, amit pedig itt az előbb említettem, az, amikor a csontani tüneteket produkáló azoknak a megjelentett személyeknél még ráadásul agyhártyagyulladás is kialakul, ami szintén az már a koponya belső oldalán mutat jellegzetes elváltozásokat. Mik ezek a jellegzetes elváltozások, ami így 5%-nál van? Egyrészt a hosszú csontokon, például sípcsontom, combcsontom mutatkoznak ilyen gyulladásos jelek, ami nagyon jól ábrázolódik, illetve ennél még inkább hát mondjam úgy specifikusabb jel, tehát a egyértelműsíti a TBC jelenlétét, az, hogy a csigolya testek azok, amik elkezdenek, mint szintén egy oldódni, üregek képződnek bennük, és ez olyan mértékű ez a felritkulási folyamat a csigolya testekben, hogy vannak olyan csigolyák, amik összeroppannak, ék alakúvá válnak, ezáltal ugye pupos lesz az illetőnek a testtartása, majd utána ez a puposra módosult gerinc, ez gyakorlatilag a csigolyái egymással elcsontosodnak, ez lesz a potféle gibbusz, vagy potféle púp, ami nagyon jellegzetes a TBC esetén. A és ilyeneket lehet találni. A váci múmiák kapcsán merültek fel, ugye? Többek között ezek a kérdések. Így van, ott is felmerültek ezek a kérdések, egyrészt azért, mert nagy fokú volt a fertőzöttség, tehát nagyobb, mint amit lehetett volna várni a történeti források alapján, tehát a leírások alapján még nem kellett volna, hogy ilyen nagy arányban legyen a TBC ebben az időszakban. Másrészt pedig azért volt ez érdekes, mit is voltak különböző csontani manifestációk, például ez a fajta púp, ennek a megjelenése is. Másrészt pedig itt sikerült ugye azonosítani magát a kórokozót, genetikáját annak meghatározni, és ez mivel egy régebbi, mondjam, egy alap, megfelelő gyógyszerelés hiányában lévő kórokozókról van szó, tehát semmi antibiotikum nem érte őket, ezért ez a fajta hát genetikai szerkezet, illetve ennek a kórokozónak ez az ősi forma így kiindulási alapja lehet annak is, hogy mennyire tud változni a kórokozó, milyen irányba fog, illetőleg az is meghatározható talán ezzel, hogy lehet-e esetleg újabb támadási pontot, támadási felületet találni majd a későbbi variánsokon, azzal, hogy magához a gyökerekhez nyúlunk vissza. Tehát nem a most látható vagy szembetűnő virulenciájú dolgokat vizsgálni, hanem magát az eredetit. És onnét mondjam, gyökeresen lehet talán hatni a betegségre. Most a TBC-t emeltük ki, de nyilván van számos olyan betegség is, ami nem hagy nyomot, vagy gondolom én, hogy nem hagy minden betegség nyomot a csontozaton. Természetesen, tehát ugye ami nyomot hagy egyértelmű, mondjuk a törések, tehát csontsérülések. Legkönnyebben ugye azok azonosíthatók, amik gyógyulási nyomot is mutatnak, mert különben azért sok esetben, vagy elég gyakran nehéz eldönteni azt, hogy
esetleg már a halál után a talajban törtek el azok a csontok, vagy a halállal kapcsolatos az a sérülés, ami meghatározható. Kifejezetten a halál okozója. Vagy a halál okozója. Illetve hát a többi betegség közül meg azok hagynak nyomot a csontokon, amik hosszú ideig eltartanak. Tehát gyors lefutású betegség az nem hagy nyomot a csonton. Tehát ahhoz, hogy a csontszerkezet átépüljön, ahhoz azért kell egy kis idő. Tehát ez betegségtől függően, azért nem mondtam itt most konkrét számot, hogy most mennyi idő, de tehát mondjuk egy szifilisz, ugye az egy lassú lefutású betegség, nagyon jellegzetes elváltozásokat okoz az is. Tehát teljes biztonsággal meg lehet állapítani. A szifilisz az nagyon egyértelmű. Vagy ugyanilyen a lepra is például? A lepra így van szintén, ez szerencsére azonban leprás eset az nem volt annyi, mint amennyit a krónikák vagy leírások alapján feltételeznénk. Ugye mennyi leprozórium volt országszerte, Szombathelyen is volt leprozórium, kerültek elő csontmaradványok is, amit a leprozóriumhoz kapcsolnak. Mi is pontosan ez a leprozórium? A leprásoknak a, mondjam, hogy az elkülönítésére alkalmas ilyen ispotály, tehát kórházszerű. Hát nem azt mondom, hogy valami túl jó hely, mert inkább csak magukra hagyták őket félve a betegségtől, és legfeljebb valamennyi élelmet időnként beadtak nekik, meg utána, hogyha valaki meghalt, azt eltemették, tehát nem tudtak ugye mit kezdeni még a leprával, legfeljebb a sebeket, fekélyeket kezelgették, kötözgették. Tehát előkerült itt Szombathelyen is azok, kerültek elő olyan csontmaradványok, amiket ehhez a leprozóriumhoz, vagy hogy például Sopronban mondták, a leprások gödréhez, mert ott ilyen kis barlangszerű területen voltak. Itt pedig ugye a ferences templomhoz csatlakozott a leprozórium. Ez melyik időszak? Hát a középkor ideje, akkor volt ennek ugye a nagy, mondjam úgy, divatja, és nem találtak a kollégák leprás csontokat a leprások temetőjében. Tehát ez azt mutatja, mint ahogy máshol is, hogy talán, ha jól emlékszem, 3-4 lelőhelyről vannak eddig leprás maradványok itt Magyarországon. Gyakorlatilag nem, minden olyan betegséget, ami valami csúnyább bőrelváltozással járt, azt már óvatosságból és a betegségek nem ismerése miatt leprának tekintettek, és kiközösítették gyakorlatilag. Ez ilyen szinte így száműzték ezeket a szerencsétleneket. És mi csak több száz évvel később derítettük ki, hogy igazából tévedtek. Így van, így szerint. Van. Azonban ma is van mély leprozórium Európában, tehát ezről azért nem árt tudni. A Duna-deltában, tehát Romániában található még Európa egyetlen ilyen lepra telepe. Most pontos adatot nem tudom, 20-valahányan élnek ott, akik lepra betegséggel szenvednek. Ugye ennek is van gyógyszere, szintén antibiotikumos terápia, de ahogy egy TBC-s betegségnél legalább fél évig kell ugye szedni a keményen az antibiotikumot, és hát ezt nehéz tolerálni, ugye ez rengeteg problémát, mellékhatást feltételez. Itt még hosszabb ideig, és még keményebb, még erősebb, nagyobb dózisú szereket kell alkalmazni. És ugye aki erre alkalmatlan, hogy ezt elviselje a szervezete, hát elsőlegesen, hogy ők kerülnek ezekre a helyekre. Beszéljünk akkor még az életkörülményekről, illetve táplálkozásról, tehát milyen ismereteink vannak, vagy lehetnek arról, hogy 1000-2000 évvel ezelőtt élt emberek, vagy pár száz évvel ezelőtt élt emberek tulajdonképpen milyen körülmények között éltek, mit fogyasztottak, mivel táplálkoztak. Itt általában a fogakat szokták kiemelni, mert hogy azok többnyire viszonylag éppen megmaradnak. Hát ugye a fogaink azok a legkeményebb részét képezik a szervezetnek, tehát nem véletlen az, hogy például az ember evolúció szempontjából is a legrégebbi leleteknél a fog maradványok azok, amik elsődlegesen relatíve nagyobb számban előkerültek és előkerülnek. Hát a fogak kopása az mindenképpen árulkodik. Tehát ha egy népesség letelepszik, elkezd gabonaféléket termeszteni, kölest, vagy búzának valamilyen, vagy árpán, vagy olyanek, vagy ilyen korai változatát, hát ez nyilvánvaló, hogy elsődlegesen mondjuk kásaként, vagy lepényként fogyasztja, ez meg kell őrölni ezeket a gabonaféléket. Akkor bejön az őrlőkő. Őrlőkő lehet homokkőből, mészkőből, tehát többféle kőből is készítettek ilyet, ami éppen rendelkezésre állt általában. Ebből viszont, ahogy a két kő egymáson is
elmozdul, egymáson is horzsolódik, közt a gabonaszemek is. Óhatatlan, hogy különböző kisebb-nagyobb szemcsék abból a közvetből belekerülnek az őrleménybe. Tehát, hogyha egy letelepedett népességről van szó, akkor ott nagyon szembeötlik az, hogy a fogak rágó felszíne az erősen kopott. Ugye voltak erre is kísérletek, hogyha már ezzel kezdtük még, hogy az életkor meghatározás vagy becslés lehetőségei, hogy a fogkopás mértékéből visszakövetkeztetni az életkorra, azonban ez egy csalóka terület, mert a táplálkozás így módon ebben nagyon belezavar. De nem csak ez árulkodik arról, hogyha több a szénhidrát fogyasztása, hanem az is, hogy ugrásszerűen megnő a fogbetegségeknek a száma, tehát fogszuvasodás. Ugye akkor még nem igazán volt megfelelő terápia, tehát ennek kapcsán akkor mi jön még be a képbe? Különböző tájogok, ciszták kialakulása a foggyökereknél, amik jellegzetes elváltozásokat hoznak, mert a gány az oldja a csontállomány, tehát akkor ott üregek lesznek. Jól meghatározható az a különböző táplálkozási hiánybetegségek, tehát mondjuk a vashiány, főleg gyerekeknél és nőknél okoz ez jellegzetes elváltozásokat, amikor ugye próbálja a szervezet elérni azt, hogy több vörös vértestet termeljen, hogy az oxigénszállítás az jobb legyen, mert hát ugye hemoglobin a szükséges, hogy vas is legyen, ugye hát értem, bent van a hem és a nevében, tehát a vas. Tehát gyakorlatilag több vörös vértestet szeretne termelni, ezért a koponyánál, az agykoponyánál, annak a lapos csontjainál, valamint a szemüreg belsejében, a felszínén, csontos szemüregben, ilyen üregek képződnek, később meg esetleg még nagyobb csontkinövések is, akár úgymond a kefe koponya is kialakul, és ez mind azra szolgál, hogy ezeken a felszíneken a csontvelő még ott tudjon tovább terjeszkedni. És hogyha ilyen van, az a mi területünkön, tehát itt a Kárpát-medencében, ez majdnem biztos, hogy vashiányos vérszegénységet jelent. Azért mondom, hogy majdnem biztos, mert ugye nálunk azért a mediterránumban elterjedt talasszémia, vagy a sarlósejtes vérszegénység, tehát ezek, amik szintén vashiányt eredményező genetikai problémák, ezek nem voltak igazán jellemzőek, viszont ilyet minden temetőben többet is lehet találni. Vagy ilyen például az angol kór, tehát a D-vitamin hiány, ami a koponyának ilyen kocka fejűvé válását eredményezi, vagy a csontoknak, a végtagcsontoknak a görbületét eredményezi. Ilyen is szokott előfordulni a D-vitamin hiány, vagy esetleg még meg lehet említeni még a C-vitamin hiányt is, bár erre nagyon kevés példát lehet találni itt a Kárpát-medencében, mert azért itt gyümölcsök, zöldségek azok mindig elérhetőek voltak. Legfeljebb hát téli időszakban lehetett erről beszélni. Nem csak azt jelenti, hogy most esetleg a fogak kihullanak, mint ugye a tengerész történekekben lehet ezzel találkozni, hanem a csontok állomány egy kis így átalakul, majd hogy olyan üvegszerűvé válnak a csontok. Tehát teljesen más a tapintata, csengése, mint a normál csontállománynak. Hú, hát azt hiszem, hogy napokig lehetne sorolni itt az hát információkkal tömkelegét, de szeretném, hogyha még arról is beszélnénk, amikor még életében valakinek valamilyen külső beavatkozás okoz elváltozást mondjuk a koponyáján, és ez most arra jutott eszembe, hogy épp a közelmúltban találtak a régészek Vép közelében egy olyan temetőt, ahol nagyon sok torzított koponyájú ember fekszik a sírokban. Ez a torzított koponya, ez egy nagyon érdekes dolog, ha minden igaz, akkor a hunok korában ez kifejezetten divatos volt. Találkoztál te is akkor ilyen leletekkel? Volt már több temetőből is ilyen anyag természetesen. Ugye ez a keletről érkezett ez a szokás a Kárpát-medencébe, ugye az 5. századhoz, germán törzsekhez köthető. Hát tényleg a hunoknál is elő volt. Más jellegű például a langobárdoknál is volt ilyen torzítás. Aztán különböző hát egyéb ilyen népvándorláskori csoportoknál előfordul, de egy kicsit én most így azért is hát bizonytalankodtam, vagy így méláztam el talán a válaszadás közben, hogy ne javítsalak-e ki, mert hogy ugye koponya torzítás, mert hát ugye nem torzítani akarták ők a fejet, hanem széppé tenni. Uh-huh. Tehát ez az volt a cél, hogy eznek a fejnek, a koponyának a megnyújtása, az egy szép fejformát eredményezzen. Hát talán ennek a továbbélése a konty is, ugye, hogy feltornyozták egy időszakban itt a hölgyek a hosszú
hajat. Tehát de ez okozott elhosszú. Egyébként valamilyen elváltozást a koponya üregben? Tehát alakulhatott ki ebből később valamilyen betegség probléma? Ugye az hozzátartozik, néprajzi párhuzamok is vannak, tehát ez nagyon sokáig megmaradt ez a szokás itt nálunk, még a palócokról is jegyeztek fel ilyen torzítási szokásokat. Gyakorlatilag a születés után helyezték fel ezeket a bandázsokat, tehát ezeket a szorító körülkötéseket, és hát ugye tudjuk, hogy olyan 12 éves kor környékén van az, hogy az agykoponyának már úgy 98%-a körülbelül azon, hogy készen van méretileg, tehát gyakorlatilag addig ennek fent kellett lenni. És hogyha a néprajzi adatokat nézzük hozzá, akkor lehet tudni azt, hogy már néhány hét után így szerepelnek a leírásokban, hogy nyüvek másznak ki a kötések alól, tehát eleve már a fertőzés egyszer. Másrészt akkor, hogy ott változnak ugye a nyomásviszonyok, változnak az anatómiai struktúrák, nagy változások vannak a koponya alapon, ahol például látóideg kereszteződés is van, tehát ezért akár vakságot is eredményezhet. Aztán ott van az agyalapi mirigy nyomással elkerülve, illetve az agyalapi ősi agyi struktúrák nyúlvelőhíd nyomással elkerülve, gyakorlatilag a hirtelen halálra is hajlamosíthat. Aztán ehhez még hozzátesszük azt, hogy a homloklebenynek a nyomással elkerülésével esetlegesen majd az értelmi képességek is változnak. Nem véletlen az, hogy a 19. század végén franciaországi elmegyógyintézetekben több mint 2000 ilyen torzított fejű szemét találtak. Tehát gyakorlatilag szépségért nagyon sok tekintetben meg kell szenvedni, nem csak napjainkban, hanem akkor is. Nyilvánvaló, hogy voltak, akik főleg enyhébb torzítások esetén mentesültek még ezektől a káros hatásoktól, következményektől, de voltak olyan közösségek, olyan temetői anyagok is, ahol egyértelműen a vezető réteghez volt köthető ez a fajta beavatkozás, ennek az elvégzése. Még honfoglaló meg árpádkori sírokban is lehet ezzel is találkozni, bár ott már kisebb mértékben, tehát úgy átmenetileg majdnem kikopott egy darabig, aztán utána újra visszatért itt a későbbiekben a mi környezetünkben is. Vas megyében különben ismert akár Lukácsházáról is ilyen koponya. Gondoljunk itt a Szeleste Pósfa környéki Longobárd temetőre, onnét is több ilyen koponya került elő, vagy közelből Győr-Sopron megyéből is vannak ilyen leletek, vagy hát a klasszikus példa, ugye még a Velem-Szentvidi úgymond makrokefál koponyák, amiket még Török Aurél vitt el Budapestre az ő által alapított intézetbe, illetve tanszékre, és ezek a koponyák a mai napig megvannak, még megtalálhatók. Érdekes tehát, hogy esetleges káros következménye ellenére milyen sokáig tartotta magát ez a szokás. Na most váltsunk akkor témát, és beszéljünk arról, hogy hogyan is néztek ki elődeink. Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, és talán az utóbbi időben egyre többet foglalkozunk ezzel, hiszen kíváncsiak vagyunk többek között az Árpád-házi királyaink külsejére, de másokéra is. Hogyan, utaltál már erre is röviden, de most egy kicsit beszéljünk erről részletesebben, hogy hogyan is készülhet el egy arcrekonstrukció. Én azt említettem, hogy ehhez azért egy nagyon alapos antropológiai vizsgálatra van szükség, mielőtt valaki hozzákezd tulajdonképpen szobrászati eszközökkel, jól mondom, egy ilyen arc elkészítéséhez. Hát amikor erre először úgy igény mutatkozott, vagy foglalkozni kezdtek vele, akkor elsődlegesen anatómusok, illetve az antropológiának azok a művelői, akik anatómiában nagyon otthon voltak, ők álltak ennek neki még a 19. század végén. Egy kicsit mondjam úgy, talán megkérdőjelezhetőek az ő eredményeik. Próbálták azt meghatározni, hogy az egyes arci területeken hol, milyen vastagságban találhatók a lágyrészek, és egyszerűen az visszapakolták, és végén egybesimították ezeket a területeket. Ugye itt azért vannak problémák, mert a korosodással együtt járó folyamatok, mondjuk arcbőr megereszkedése, ráncok kialakulása, ugye azért akkor még nem voltak igazán megbízható módszerek az életkor meghatározására, ezek azért, tehát ezeket nem elmábrázolták. Tehát most már figyelembe tudjuk venni az életkort, és meg az életkori jellemzőket. Aztán utána egy nagy áttörést hozott
az egykori Szovjetunióból 1960-as években Gerasimov munkássága, akinek a módszeréhez az is hozzátartozott, hogy halottakat vizsgált, oly módon, hogy kormos tűket a meghatározott antropológiai mérőpontoknak megfelelően, tehát meghatározott anatómiai tájakon beszúrt csontig, tehát kihúzta, és akkor meg tudta mondani azt, hogy milyen hosszan törlődött le a korom, ugye ott annyi a lágy rész vastagsága. És ugye, mivel ő már antropológusként az azóta kidolgozott mérőpontok segítségével teljesen objektíven és bármikor reprodukált, hogy mindenki ugyanazt érti azon a mérőpont elnevezés alatt a szakmában, bárhol tevékenykedik is. Tehát nagyon jó módszereket tudott már adni, de rájött arra, illetve hát a későbbiekben rájöttek arra, hogy itt is vannak még olyan problémák, amik hát tulajdonképpen a használattal, rágással, életkorral kapcsolatosan, az arc aszimmetriájával kapcsolatosan felmerülnek. És hát ennek a tovább gondolkozásnak, most érjünk el akkor Magyarországra, az első igazi komoly művelője volt a közelmúltban, 97 éves korában, tavaly évben elhunyt Árpás Károly, aki képzőművészként kezdte, de nagyon sok ásatáson részt vett, és sírokat, csontokat, és műtárgyakat is rajzolt, és rájött arra, hogy hát lehetne esetleg rekonstrukciókat képzőművészként, szobrászati módszerekkel is végezni. És akkor ennek után ő nagyon mélyreható anatómiai tanulmányokat végzett, mondjuk a Barcsai féle művészeti anatómia, tehát nem egy idegen dolog ez a magyar területen sem. Igen. Tehát gyakorlatilag ő akkor abból indult ki, hogy koponyát elő kell venni, mindig szem előtt tartani az egyik felét, tehát egy fél koponyán dolgozott, és akkor nekiállt a nem és az életkor ismeretében annak, hogy az egyes eredési és tapadási felszíneknek megfelelően, tudva azt persze, hogy a mérőpontoknál, hogy hol milyen vastag lehet elvileg a kifejező, tehát milyen, hány milliméterre lehet kifejezni azt a lájrészvastagságot, szépen neki állt felpakolni az egyes izmokat. És amikor ezzel elkészült, utána felöltöztette bőrrel, mondjam így, tehát elsimította, és akkor utána ezt, mint egy áttükrözte a túloldalra, tehát gyakorlatilag ott újra felépítette a már meglévő ismeretek birtokában. De akkor az szimmetrikus lett. Nem lett szimmetrikus, mert ugye figyelembe vette a másik oldalon is azt, hogy most milyen izmok, milyen tömegben szerepelnek, meg esetleg milyen a szimmetria van, akár az orrcsontoknál, akár az ajaknál, stb. Tehát a fogazatállásából ezekre is következtetve. És hát utána, amikor ez elkészült, ez a mondjam, nyers rekonstrukció, akkor erről készült egy gipszmásolat, tehát a maga a koponya utána újra szabaddá válhatott, hiszen vissza lehetett bontani. Mert hogy az eredeti koponyára az eredeti koponyán dolgozott, igen. És gyakorlatilag ez a gipszmásolat volt az, amit utána már tovább lehetett a korra jellemző, hát tehát hajviselet, szakás, a többi, vagy női viselettel felöltöztetni. De akkor ez a része már csak feltételezés. Az ugye? Már igen, tehát ez már a művészi hajlamnak a kiélése. Magyarországon nem csak Árpás Károly nevét említeném én meg, egy kis szubjektív dolog, hisz még a képzésben a Svájcban élő Skultéti Gyula is szerepet játszott még, amikor mi egyetemre jártunk, és hát az ő tanítványaként Kustár Ágnes sajnos idei évben őt is hát elveszítettük 57 éves korában. Gyakorlatilag ő Skultéti Gyulánál tanult, majd utána Árpás Károly módszerét is elsajátította oly módon, hogy Árpás Károllyal közösen dolgoztak. Mindig van azonban az ilyen arcrekonstrukcióknál is bukta, mondjam úgy, tehát egy ilyen ködös terület, amit nem lehet igazán tudni. Az egyik az a tápláltsági állapot, mert az izmok azok nem feltétlenül árulkodnak arról, tehát ezeknél az arcrekonstrukcióknál általában mindig egy közepes tápláltságot szoktak feltételezni. A másik ilyen terület, ami kicsit kérdőjeles lehet, a tokatáj felépítése, mert ez is, hogy most mennyire ereszkedett meg valakinél ez a lágy
szövet, ez a lágy rész, ez megint bizonytalan. Aztán lehet egy kicsit gondolkozni azon is, hogy mondjuk a ajkaknak a kiperdültsége, kifordultsága, az is egy ilyen kérdés. Tehát gyakorlatilag itt ezeknél a vitás dolgoknál általában mindig egy kicsit olyan közepes, átlagnak megfelelő, vagy adott esetben a rassz jellegeket tükröző. Tehát ismerve a mai népességeknél, hogy mondjuk mi jellemző mondjuk egy szinid, vagy egy turanid típusú, vagy egy kromanyoni típusú emberre, hogy annak megfelelő jellegeket hoznak be. Viszont még ugye hozzácsatolva azt is, amit már említettem, hogy az életkor függvényében az arcnak a esetleges pegyhűtségét, ráncoltságát, ezt is. Tehát ugye ott még nem tartunk, hogy 100%-os hitelességgel tudnánk bárkit is megjeleníteni, de közelítő módon azért sikerül. Biológiában nincs 100%. Hát az, hogy közelítő módon sikerül, az például igazolja ez Batthyány Erzsébetnek is a rekonstrukciója. Akit a hátam mögött látnak, akik most nézik az adást. Ugye az ő koponyáját, hát 1995-ben volt alkalmam kiemelni a bronzkoporsójából, és... Ugye azt mondjuk el, azok kedvéért, akik esetleg nem szombathelyiek, hogy Szombathelyen a Szent Márton templomról beszélünk. Így most. Van. Ugye itt folytak nagy, hát... Itt feltételezik, és itt tartják valószínűleg Szent Márton szülőházát, és hát itt található Közép-Európa egy ikonikus temetője is, ami a római kortól 1962-ig folyamatosan működött, tehát gyakorlatilag itt komoly régészet és műemlőki feltárásokat folytattak Kis Gábor és Tóth Endre régészek, és hát ezt követően, hogy 93-ig tartott emlékeim szerint ez a régészeti munka, ekkor megfogalmazódott már az igény erre a, hát mondjam úgy, méltatlan helyzetnek a megszüntetésére, amiben Batthyány Erzsébetet lehetett találni, hisz az ő koporsóját feltörték, kirabolták, feldúlták, egyszer egy belső gyertya miatt kiégett, tehát nagyon sokféle dolog indokolta azt, hogy hát kicsit rendet kellene tenni, mert egy ilyen nagy történelmi múltal rendelkező személyiséghez, aki úgymond a kegyes alapítónő is volt, tehát ő neki köszönhető a templomnak az újjáépítése. Ez a 17. század, igen, barokk korban való megújulása, hát akkor ne olyan körülmények között legyen, abban a kriptában, amit szintén ő építetett, és hát kicsit ilyen furán hangzik, az első lakója is ő volt. És hát 10 évvel később történt meg Árpás Károly és Kustár Ágnesnek a közös munkájaként ez az arcrekonstrukció, és Áginak volt külön az a kérése, hogy bár ismertek korabeli festmények arra vonatkozóan, hogy hogy nézhetett ki eredendően abban az időszakban, ami halálát megelőző, röviddel előtte lévő időszak, hogy nézhetett ki a grófnő, de ő azokat nem akarja látni. Tehát amikor, úgy készült a rekonstrukció, hogy nem hogy nézte nem meg a korabeli meg, ábrázolásokat. Így van. Tehát akkor kerültek elő azok a festmények, amikor az egyik hitelesnek tartott ábrázolásnak megfeleltedve ez a ruházat rákerült a rekonstrukcióra, ami az egyik festményen szerepel. És hogyha, mi volt a benyomás, a megállapítása? Hát, egymás mellé tesszük a festményt és ezt a rekonstrukciót, akkor nagyon, hát azt kell mondani, hogy jó eredménnyel zárult ez a rekonstrukció. De akkor a festő is ügyes volt. Így van. Nem véletlen, hogy... Ágit nem csak ilyen történeti embertani, vagy mondjuk igazságügyi antropológiai munkákról lehet ismerni, meg Árpás Károlyt sem, hanem mind a ketten kaptak még annó megbizatást a rendőrségtől is, amikor ismeretlen holttest azonosításához volt szükség arra, hogy rekonstruálni lehessen azt, hogy ők tulajdonképpen hogy nézhettek ki. Itt most tulajdonképpen arról van szó, hogy akár a közelmúltban elhunyt, de ismeretlen személyazonosságú halottak beazonosításában is tud segíteni így az van, antropológus. Így van, de például a 301-es parcella áldozatainak az azonosításakor is került sor ilyen jellegű rekonstrukcióra is, és hát felismerték a hozzátartozók, hogy kiről van szó. Még maradjunk Vas megyében. Ugye nemrég fejeződött be a Jáki templom felújítása, és ehhez kapcsolódóan egy elég hosszú ideig tartó régészeti feltárás is volt a templomban és környékén, és ott a déli toronyajban került elő egy ismeretlen
férfi csontváza vagy csontjai, akiről feltételezték, hogy maga az alapító Jáki Nagy Márton lehet. Igazolódott ez bármilyen formában? A régészeti körülmények és a, mondjam, a hagyomány, ami kapcsolódik ahhoz is, hogy ezen a falfelületen, ami itt a sír fölött volt, illetve a sír mellett található, ugye ez a temetéssel kapcsolatos és a Jáki Nagy Mártonnal kapcsolatos freskó, és hát úgy gondolták, úgy tartották, hogy itt van ő eltemetve. Hát tulajdonképpen régészetileg az volt, bár ebbe annyira mélységileg azért nem tudok belefolyni természetesen, mint az ott tevékenykedő Papírdikó régész, aki az ásatásokat, illetve az ásatásoknak ezt a szakaszát levezényelte. De én is jelen voltam a felnyitásakor ennek a sírnak. Gyakorlatilag egy nagy, többmázsás kő alatt, egy eredetileg téglasírról beszélünk, amit hát ki is raboltak, az tény, viszont feltöltődött földdel is, és ebben feküdt egy magas, erős fizikummal rendelkező férfi, akit a környezetében lévő, például aranyékszer szerepelt az alatta lévő sírban, még a környezetében lévő egyéb síroknak a datálása, mellékletei alapján egyértelműsíteni lehet, hogy a kérdéses időszakban, tehát amikor Jáki Nagy Márton meghalt, akkor temethették őt oda. Azon kívül ezek közül a sírok közül, mondjam, ez úgy kiemelkedett, tehát megadták a módját a méltóságnak megfelelően. Nemét tekintve, hogy elvégeztem a vizsgálatot, egy egyértelműen férfi volt, életkorát tekintve megfeleltethető annak az életkornak, amit ő megért, amilyen időskorában meghalt. A hadjáratok, harci cselekmények nyomait azt, és a terhelések nyomait viselte a csontjain, és gyakorlatilag ezt követően még további kiegészítő vizsgálat eredményei, amik még folyamatban vannak, a vélelmezett családtagokkal összehasonlításra, mind a feltételezett vélelmezett Jáki Nagy Mártonból, mint pedig a többi sírból származó genetikai minták kiemelése megtörtént. Ezeknek a meghatározása esetleges családi kapcsolatoknak a tisztázására irányul, illetve a meglévő hát Árpád-korra vonatkozó adatbázissal összevedve esetlegesen a, mondjam, hogy a rokoni szálaknak a távolabbi kapcsolódásainak a feltérképezése még folyik. De ezzel együtt azt kell mondani, hogy nagy bizonyossággal tényleg az alapítónak, tehát Jáki öreg Nagy Mártonnak a maradványai voltak ebben a sírban. Azért is kérdeztem, igen, bocsánat őt, mert ott is felmerült emlékeim szerint ez a gondolat, hogy egy arcrekonstrukciót érdemes lenne elkészíteni a koponyája alapján. Így van. Még egy érdekeset azért előtte még elmondanék ez az ő sírjával kapcsolatban, hogy a térd magasságban az alsó végtagjainál volt egy újszülött is ebben a koporsóban. Ugye ez azért érdekes, mert vannak nemzetközi irodalomban is erre példák, hogy időnként előfordult az, még akár egyházi személyiségeknél is, hogy a családban, hogyha ugyanabban az időszakban esetleg újszülött vagy kisgyermek elhunyt, akkor őt nem temették el külön, hanem ezzel is, mint egy pluszt adva a gyermeknek, az ismert és nagy tekintélyű személyiséggel együtt temették el, hogy mint egy szinte talán, hogy védelmezze és viselje gondját a túlvilágon is. Az arcrekonstrukcióra visszatérve, ő neki sajnos elég rossz állapotban volt a koponyája, tehát komoly hát munkát igényelt az is, hogy akár a nemhez, akár az életkorhoz szükséges információkat meggyőzően a koponyáról is össze lehessen szedni, illetve méreteket fel lehessen venni. Viszont szerencsére azok a csontok éppen megvoltak, amik az arcrekonstrukciónak a legfontosabb területét képezik, tehát azokat gyakorlatilag újra lehetett építeni, mondjam, hogy restaurálni kellett a koponyát, és ezért ezt Kustár Ágnes el is végezte, és szerencsés módon még, hát mielőtt a betegség elhatalmasodott volna rajta, gyakorlatilag ezt az arcrekonstrukciót el tudta végezni, tehát Jáki Nagy Mártonnak az arcrekonstrukciója is rendelkezésre és megtekintésre fog állni.
Értem. Akkor még egy személyiséget vegyünk elő, akit kőszegről ismerünk, mert ez is egy viszonylag friss eredmény, kutatási eredmény, hogy előkerült a kőszegi Szent Jakab templomban, feltételezhetően Szécsi Mária, azaz a Murányi Vénusz csontmaradványa, és az ő esetében is felmerülhet akár egy arcrekonstrukció elkészítése. Mit lehet róla tudni? Az ő esetében, hát a templomban egy ismeretlen kriptákat is sikerült feltárni, amikről eddig nem volt tudomása a régészeknek sem, műemlékeseknek sem. Ez a kripta, ez ismert volt. Tehát ismert volt az, hogy ez a Szécsi családnak a nyughelye. Azonban az is ismert volt, hogy mikor volt legutoljára ez nyitva, és amikor ez nyitva volt, még mondjam úgy, hogy közel 100 éve, abban az időszakban is már úgy írták ezt le, hogy ez egy feldúlt és kirabolt kripta. Tehát ilyen előzmények után mentünk mi le oda, régész kolléganővel, Simon Zsófiával elsődleges először, utána aztán Pap Ildikóval, és gyakorlatilag olyan látvány tárult a szemünk elé, hogy összedőlt koporsó törmelék, bennük lévő szerves anyag összlete, gyakorlatilag olyan 15-20 cm vastagon borította a padlót, amiből kiálltak csontok, időnként kupacban lévő csontok, illetve néhány koponyát is itt-ott fel lehetett fedezni. Most ezek alapján, mivel látszott az, hogy bár az rekonstruáltó nagyjából, hogy hol helyezkedhettek el, és kb. Mennyi koporsó lehetett ott eredetileg, hogyan voltak elhelyezve, de a csontok olyan nagymérvű keveredése volt, hogy azt így esélytelennek láttuk, hogy ott lent a kriptában, hiszen itt feleslegesen nem akartunk a gombás fertőzöttségre való tekintettel lehetőség szerint semmit kihozni, meg hát gondolva az ott eltemetettekre is, és az ő szándékuknak, akaratuknak a tiszteletben tartására, hogy ők ott szeretnének nyugodni, akkor nem fogjuk őket onnét eltávolítani. Tehát gyakorlatilag ott helyben, amennyire lehetett a csontokat, koponyákat, azért kiemeltük, megnéztük, de arra nem vállalkoztunk, hogy a koponyákhoz most csontvázat hozzá rendeljünk az adott területen szanaszét heverő csontokat oda hát illeszgetni és próbálgatni, hogy na vajon ki melyik lehetett. Tehát itt a kiinduló helyzetünk az az volt, hogy a koponyákkal kell dolgozni, hogyha most egy ebben az életkorban elhunyt nőt keresünk. Tehát először is meg kellett nézni azt, hogy férfiak, nők elkülönítése, majd utána az életkorok figyelembevételével tovább szükíteni, hogy van-e olyan, vagy esetleg többen vannak olyanok, akikre az ismert adatok azok ráillenek. Tehát nemi és életkori adat. És hát szerencsés dolog volt, hogy egy olyan koponya volt, amelyik nőként ténylegesen azon biológiai életkori határokkal rendelkezett, amin belül található volt a naptári életkor is. Most ezek után is mondhatjuk azt, hogy nem biztos, hogy ő, nem is biztos talán, hogy ide temették, hisz elég sok húzavona volt még az a körül, hogy most hová temessék, hát ugye az ismert tevékenysége miatt itt a Veselényi összeesküvés kapcsán, hát ugye, nem nagyon örültek neki. Veselényi Ferenc Nádor felesége volt, aki tulajdonképpen büntetésből töltötte életének utolsó éveit Kőszegen. Így igaz. Tehát gyakorlatilag a végső, mondjam úgy, bizonyítékot, hogy tényleg ide volt ettől temedve, az adta meg, amikor fémkeresővel átvizsgálták a kollégák a kriptát, ezt az összletet, ami ott a padlót borította, és előkerült innét Szécsi Máriának a pecsétgyűrűje, ami egyértelműen levéltári dokumentumokon is rajt szerepel, hogy ezt ő használta. És arról is van feljegyzés, hogy rokonságának egy tagja szerette volna tőle elkérni, hogy a nevében rendelkezzen utolsó éveiben, de akkor sem adta oda, tehát őt ezt a végsőkig, ezt a gyűrűt megtartotta. Most ezzel kapcsolatban, én mondtam, hogy most rekonstrukció hogy történik, hogy a koponyát felhasználva, és akkor mondtam azt, hogy hát az volt az akaratuk, szándékuk, hogy ott nyugodjanak, és lehetőleg semmi ne kerüljön ki onnét, akkor most ez a két dolog, hogyan lehet ezeket összeegyeztetni, ugye felmerül ez a kérdés. Sőt, azóta a kriptát már vissza is zárták. Uh-huh.
Most akkor hogyan tovább? Mit lehetett tenni? De erre a megoldást a korszerű technika adta meg. Gyakorlatilag a koponyát azt kiemeltük, megtisztítottuk, majd ezt követően itt az ELTE szombathelyi kampuszán a gépészmérnök képzésnek a technikai segítségét kértük, akik egy 3D szkennelést végeztek a koponyával, illetve ennek segítségével egy 3D-s nyomtatást. Tehát gyakorlatilag milliméter pontossággal kezünkben van műanyagból Szécsi Mária koponyája, az eredeti koponyát az vissza lehetett helyezni a kriptába, és ez az a koponya, amire hát sajnos csak ígérvényünk lett aztán már Kustár Ágnes kollégánktól, hogy elkészíti a rekonstrukciót, de erre sajnos már nem kerülhetett sor. Úgyhogy most egyelőre felmerült lehetőségként abban gondolkozunk, hogy a rendőrségnek, az igazságügyi orvos szakértő intézetnek a segítségét kérjük, előzetes egyeztetést, mert puhatolózást inkább úgy mondom, mert meg is tettem ez ügyben, hogy gyakorlatilag őnekik nem is biztos még az sem, hogy maga a koponya is szükséges, tehát mint másolat, hanem csak a beszkennelt anyag segítségével, igaz, nem térbeli, nem plasztikus rekonstrukciót, de egy rajzos, egy képi rekonstrukciót a technika segítségével valószínű, hogy el tudunk készítetni. Tehát a modern technológia nagyon sokat segít tulajdonképpen az antropológusok számára is. Ez azt jelenti, meg a különböző képalkotó diagnosztikai módszerek is nyilván ide tartoznak. Nagyon izgatottan várnánk egyébként, hogy Szécsi Máriát megismerjük, mert úgy legendás szépség volt, és úgy tudom, hogy van róla korabeli ábrázolás is, ami még az életében készült, megint csak össze lehet nevetni. Majd utólag. Igen, úgy, ahogy ez már megtörtént valóban. Tehát érdekes lenne az összevetés is, hogy mennyire hiteles esetleg a festmény, amelyen ő szerepel, és hogy valóban ilyen legendás szépség volt, mint ahogy azt feljegyezték róla. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindenről szó esett, de még több dologról tudtunk volna beszélni, de ezt majd egy másik alkalommal. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. A kedves nézőknek és hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Patent. Kövessék továbbra is podcastunkat, és keressék korábbi adásainkat is. Minden jót kívánok, viszont hallásra, viszontlátásra.